25. születésnapján, és amikor ezt a tanévet terveztük, akkor úgy gondoltuk, hogy ezt a születésnapot méltó módon meg kellene ünnepelni, és többek között ezért gondoltuk, hogy a Batthyány Akadémián ebben az évben fogjuk elindítani. A Batthyány Akadémia ötlete az Dr. Kuss Ferenc alapító igazgatónké volt, aki egy olyan előadás sorozatot álmodott, ami szakmaiságában és színvonalában is méltó a gimnázium szellemiségéhez. Tehát ezt az ötletet gondoltuk tovább. Ebben az évben előreláthatóan a Batthyány Akadémiának 5 rendezvénye lesz. Többek között irodalmi, történelmi, természettudományi, művészeti előadásokat tervezünk itt az aulában, illetve kiállításokat tervezünk a homlokzat galériában. Így neveztük el azt a részét az iskolának, ahol eddig a virágok laktak, most már ott is majd kiállítások lesznek megtekinthetők, illetve éppen ma este szedtük le az előző kiállítás képeit, és ezután szeretném felhívni a figyelmüket a következő kiállítások megnyitójára, ami szerdán lesz, ott a Homlokzat Galérián Kuntál roma festővel és a képeivel lehet majd megismerkedni, illetve a kiállítás megnyitó után táncházba várjuk Önöket, várunk benneteket. Tehát a Batthyány Akadémia ötlete az Dr. Kuss Ferenctől származott, mi tovább álmodtuk, és hát most ez az első előadásunk. Sok szeretettel várunk mindenkit a többi rendezvényünkön is, kísérjék figyelemmel, úgy gondoltuk, hogy kinyitjuk a gimnáziumnak a kapuit, és nem csak a diákokat, hanem a szülőket és minden érdeklődőt. Nagy szeretettel várunk. A mai előadóinkat szeretném köszönteni. Háj János, a kortárs magyar irodalom kiemelkedő alapja, illetve Berg Zoltán a 30Y énekese. Mindenkinek jó szórakozást, jó feltöltődést és jó kikapcsolódást kívánok! Sziasztok, jó estét! Ez a I Come Back, ez egy a kettőnk barátságára épülő művészeti est. Ez jó volt a művészeti est? Már sokszor próbáljuk ezt eltalálni, hogy mi legyen az az első mondat, de miután Zoli mindig azt akar, hogy én mondjam, ezért ez sose sikerül benne. De tudok rontani, tehát a múltkor jó volt. Úgy sikerül majd, hogyha egyszer találok egy jó mondatot, akkor majd én kezdem. De az a helyzet, hogy nincsenek ilyen jó mondatok. A művészeti estből, hát kiértem a szép művészeti est, hogy est. És est? Est. Igen, ez egy est, amiben Berg Zoli és én fogok szerepelni. Hány János és én fogok mindenki szerepelni. Fellátva és néha együtt. De most az Zoli egyedül. Kicsit aggódtunk a hangosítás miatt. Épp mondtam a Jánosnak, hogy általában, amikor utcazenéltünk a 90-es években az öcsémmel, akkor nagyjából az ilyen fejeket azért a mikrofon nélkül kell megcsinálni. Szóval, na, kisrác voltam akkor és ketten a szobában, játszottunk egy olyan tudott teremtős volt. Előbb apa voltam, felcsinált alak, aztán eljátszottam a szülésnél a mentős. És ezt addig lehetett játszani, amíg a szobából az összes öcsötött a már. Ez nem szülőtök vagy álmárom, a mentő szerintet valami hülye szabály. És ha tudtam volna, akkor már akkor csökött dolog és szigít a szájba. De akkor még konkrétan akkor csak csukit loptunk a záruházba. És a tárás is, hogy most azt mondod, hogy csak egy hatosztó bűnösöm az élet.
egy verset fogok felolvasni, ami egy klasszikus költészet tematikát érint, a szerelem is lesz benne, a öregedés is lesz benne, a szerelem és az idő relatív volta is lesz benne. Az a cím, hogy Csigák a Triászból, a Triász az egy földtörténeti kor, a Csigák meg Csigák. Tehát, hogy ezt fogom most felolvasni. Tehát Csigák a Triászból. Egy archeológus teknőjében, a tisztító vegyszeres lében, ott találok rád, mikor mellé lejtenek. Hát itt vagy, mondod, drágám, szép csiga hercege. És a kutató boldogan nevet, a triászból valók, fantasztikus lelet. Belülük lettek a bonyolult rendszerek, az állatok, s nem kevésbé az emberek. Aztán helyet szólít nekünk a múzeumi tárlókban, én szemben veled, és te szemben velem, nézlek, nézel és kérdezel, szép csiga hercege, nem vagy te túl öreg? Ugyan felelem, aki először lát, azt sem tudja, jóra vagy triász, mit számítanak a milliónyi évek, a testkövemmel végre hozzád élek. Ez egy olyan dal lesz, amiben találkozik a szerelem a kémia tanárnővel és a kémiával, és az élet a halállal, és a körülöttünk lévő országra való tekintettel, a tradicionális hangszer, a modern rock zene hangszerével. Igen. Olyan, mint hogy egy ilyen bioszórát adnám, nem? Hogy ilyen... Hát főleg, hogyha még a vers is elhangzik. Igen, ez a nátrium-benzonát színű dolog. Ez egy elvészeti vita volt közöttük, a benzonát vagy benzoát. Benzonát. Látod, ilyen vagyok éves, konzerven leves koron élek, és úgy kerülök a úrra át, hogy összetartanád tőlem benzonát. Nem tudnék részeid a testben, mikor közül hív az Isten, mikor felszínre kerül minden, sok szülő, sok gyereket, sok család. Hogy te meghallgatod,
értem, és én is meghalok. Nincs több ilyen fiú, és lány sincs ilyen mondod, meg hogy szeretsz, és semmi változás. Hát persze, én is akkor is szerettelek azon az esten, mikor Blérió itt járt Budapesten, mikor a fülembe üvöltött a telefonrádió, uram, asszonyom, itt van a Blérió, az Ekek király ellátogatott hazánkba. És én oda mentem akkor Budapesten, és szóltam hozzá, mester, maga ugye látta már Skóciát, tudja, ott van az a lány, aki nélkül élnem nem megy. Mi lenne, ha ezzel a géppel most oda repülnénk legalább a közelébe? Uram, hárított nevetve, az én képem nem repül időben, csak térben, s az a lány, akit maga vár, nem jön meg csak 1997-ben. És az istenek akkor ítéltek, az idő eljött, s most itt állok az utastérben, s várom, hogy megölelj, és azt mond édesem, hogy körülöttünk csak jöjjönek, csak menjenek, s pont akkor nézzenek teljesen hülyének, mikor én téged nagyon, nagyon szépnek. Persze nem tudtam a szövegét, mert nem tudtam angolul, csak hogy rising sun.
énekeljem olyan angolosan, hogy Why the Mind in New Orleans, Why the Rising Sun. Tehát ott a haverom, a Radics Béla is így csinálja az ifjúparkba, azt sem tud egy rohadt szót se angolul, mégis úgy játssza a mondottságot, mint egy isten. A csajoknak kidagad a nyakerük, annyira visítanak, mikor a Béla a fogával nyomja le a nagyszólót. Tök mindegy, mondta a haverom, hogy mi a szöveg, mert úgyis mindenki azt érti alatt, amit kell. Tisztára a lélek számít. És az bejön a lengyel, meg az NDK-s csajoknál is. Az biztos. A Balcsin mesélte a haverom, hogy volt neki egy haverja, aki persze semmit nem tudott angolul, meg lengyelül sem, a németet meg eleve utálta, és minden este más csajt szerzett 5 akkorddal. Az úgy megy a Balatonon, mesélte, hogy lemegy az ember, végig sétál a parton a gitárjával, és már sorakoznak is mögötte a csajok. Mennek, amerre megy. Már a gitár tokra összegyűlnek. Amikor meg végre leül egy padnál, és kicipzározza a tokot, mert nem olyan pattintózáros van neki, oda csak a buzi komoly zenészek fordulnak. Ami különben egy
szarszám, akkor neked annyi. Legfeljebb egy csaj maradott, maximum egy, és abból választasz magaddal. Szóval pont azt. Azt kérdezted? A haverom megmondta, hogy hát persze, csak azt, meg hogy teljesen ciki lehet az a csaj, aki ott marad a dédapára. Mintha gondolkodna az ember, úgy álltam ott tisztára mozdulatlan, húvat gondolkodó szemekkel, holott csak moziztam megint fejben, egyedül vagyok, ez volt most műsoron, a New York-i lakástól a 60-on, ami éppen olyan, mint az osztályunk a második B az emeleten a Kiviben, én meg választottam. Azt talált, pont azt választottam, aki ott volt, mert más pont nem volt ott. És te tudod a dédapám akkordjait? Kérdeztem. Hazapillenve a szabad világból. A dédapámért? Kérdezett vissza a haverom, teljesen elképedve. Persze, azt mindenki tudja, tök primitív. És már mutatta is, hogy mit kell fognom és énekelnem, hol kell váltanom. Én meg írtam egy papírra, ha elfelejteném, legyen valami, amiről feljön újra. Aztán eltértem a gitárt a haveromért, mert nekem még nem volt akkor, és innentől kezdve a dédapámat gyakoroltam még álmomban is, amikor New Yorkban jártam, az amerikai haverjaimnál. Nekik is megmutattam, és elénekeltem angolul, mert álmomban rendesen tudok. Kicsit ugyan módosítottam a szövegem, mert azt nem tudtam, hogy dédapám, ezért aztán a grandfather-nel kötöttem ki, amit összeraktam a fáderből meg a grandanyomból. My grandfather song, mondtam nekik, és elkezdtem. Az első soron is változtattam, mert nem ugrott be, hogy van az, hogy 20 éve már, viszont ott volt a zenekar a 10 years after, úgyhogy ezzel kezdtem a dal, és a haverjaim ott marhára el voltak képedve, hogy mennyire különleges a nagyapám. Hetek teltek el így, hogy vártam a pillanatot, amikor véletlen az osztályban maradok kettesben az angol tagozatos lányjal. Pont úgy, hogy ott van, megint csak véletlenül a haverom gitárja. Valami mindig bezavart, pedig annyit szerveztem. Már mindenkinek a haverjaim közül mondtam, hogy ha ott van az osztályban a haverom gitárja, akkor menjenek el. És ők mentek is, de erre a lány, hogy mi nem megyünk velük. Szóval kullogattunk utána, a haverjaim meg csak röhögtek, nem értették, hogy végül is mit akarok. Vagy ha nem így volt, akkor ott maradt egy barátnő, aki már csak úgy ösztönből sem akarta, hogy kettesbe maradjak a barátnőjével. Egészen április közepéig vártam, utolsó lehetőség volt, tavaszi szünet előtti nap, amikor valahogy mindenkit annyira lekötöttek a saját tervei, hogy senki nem figyelt arra, hogy én ott akarok maradni a lánnyal, és a haverom gitárja is pont ott van, mert én még reggel suli előtt behoztam, hogy úgy tűnjön, a haverom hagyta ott véletlenül mondjuk az előző nap. Ültünk szemben a padon, én annyira akartam valamit mondani, hogy persze nem tudtam semmit, és elő kellett jönnöm mindjárt a gitárra, bevezetés nélkül. Játszok neked valamit? Kérdeztem. Miért te tudsz gitározni? Csodálkozott, én meg bólogattam, hogy egy kicsit, meg nem annyira sok dalt. És elővettem a hangszert, ahogy a haverok haverja a Balatonnál, cívzár, meg hangolás, meg néhány akkord, pont nem azok, amelyikek a dalban vannak, hogy látszódjon, hogy egy csomót tudok. Aztán csak úgy véletlenül bedobom, hogy mondjuk eljátszhatnám a dédapámat, hogy ezt ismerje. Ő pedig bólogatott, persze, hogy ezt mindenki ismeri. Én meg belevágtam a búrokba, és elkezdtem egy elmollal, aztán célre ugrottam, hogy 20 éve már, vagy több is talán, vagy nap-nap után, minden nap délután eljött a dédapám. Mesélt ilyet, mesélt olyat, mesélt sok csodát, és igaza volt a haveroknak, hogy a rock'n'roll az rock'n'roll. Láttam a lányom, teljesen érti, holott se ő, se én nem éltünk 20 évvel azelőtt, mert csak 16 évesek voltunk, és nem ismertük a dédapánkat, aki nem jött el hozzánk, és nem mesélt se ilyet, se olyat, csodát, pláne nem, de ez a rock'n'rollban teljesen mást jelent. De szépen gitározol, mondta a lány, és még háromszor eljátszotta velem a dédapámról szóló dal, ami persze nem a dédapámról szólt. Így indultunk haza, mert mondtam, hogy elkísérlem, úgyis ráérek. 8-assal le a Sashegről, aztán gyalog fel az Avar utcán, rá az Alsóhegyi útra. Most, gondoltam, most megközelítem a kezét.
zavarvasom, hogy a saroktól megpróbálom leküzdeni ezt az 5-6 centit. Mentünk körülbelül 20 métert, és én tudtam, hogy már 3 centi lement. De a kezéhez közelebbi centik hosszabbak voltak. Szóval ez csak látszatra volt az út fele. Lehetne például azzal próbálkozni, gondoltam, hogy neki ütődik a kezem az övének, és azt mondom, hogy bocs, ő meg, hogy áll semmi. Aztán megint neki ütődik, de ez se jött össze. Nem akart fogyni a táv. Már 5 lépéssel hagytuk el a tervezett helyszínt, ahol a dolognak meg kell történnie ahhoz, hogy maradjon idő még valamit elérni. Mondjuk, hogy megöleljem a ménesi sarkot, például a ménesi sarkot. Nincs mese, döntöttem magammal. Elkezdtem csak úgy fejben énekelni a dédapámat, hogy elterjedjem a figyelmem a közeledésről, vagy legalább ritmust adjuk az akciónak. Éppen a második verszakhoz értem, váltottam C-ből G-re fejben, az arcomat mereven előre vetettem, hogy úgy tűnjön, nem is én csinálom ezt az egészet. Szóval ezzel a látszatra én ott sem vagyok kifejezéssel, rákulcsoltam a kezem a kezére. Valami kemény tárgyat markoltam meg. Vastagabbat, mint egy lány keze. Nem értettem, mi történt. Talán mert még soha nem volt a kezemben egy lány keze. Azért olyan furcsa ez az egész. Hogy eddig nem tudtam, ilyen érzés ez a dolog. Pont ilyen megfogni egy lány kezét. Óvatosan csak, hogy ne látszódjon, lefelé pillantottam. Mintha a lábamat nézném, hogy hova lépek. Persze közben a kezét akartam meglátni. Nem kellett sok, hogy beugorjon. Akkor már tudta. Eltörtem múlt héten a kezét. És be van gipszelve. És én megmarkoltam a gipszet. Ott van a kezemben a gipsz. Biztosan érzi ő is, hogy fogom a gipszet. Nem csinálhatok úgy, hogy véletlen. Az ember véletlen nem fog meg egy darab gipszet. Ment ki belőlem az élet, csak a lejtődik lefelé, csak az borított tovább, gipszel a kezemben, mint egy hallgató bolygó, ami erőtlen bukik az ég mögé. A ménesére érünkor biztosan rálok és összecsuklok, gondoltam. Ott fogok kimolni a ménesi kövét, mint egy emeletről lejtett teljes zacskó, egy undorító tócsa leszek, amikor az embernek belelépni sincs kedve. Már köptem is volna magamra, csak úgy gondolatban, mikor észrevettem, hogy valami mozdul a markomban és a bőrömön azért. Néztem rá erre az érzésre, és láttam, hogy a gipsztől szabadon maradt hüvelykúj kicsit megsimogatja a kezemet. Épp ott, ahol be volt tagadva a gyakorlástól. Akkor vettem észre, hogy C-nél elakadt a fejemben a szám, és most váltottam D-mollra. A ménesi alsóvegyi zsaroktól aztán a Késmárki utcáig lement, vagy háromszor az egész dédapám, azon a nyelven, amiről annyit beszélt nekem a haverom, ami tisztára lélek, és bejön a japánoknál is például, meg itt is, Budapesten. Yeah.
Most az est legkorszerűbb része következik, interaktív rész lesz. Ja, igen. Általában probléma magyar tanároknak, hogy a kötelező olvasmányokkal mit kezdjenek, és akkor arra gondoltam én valamikor, hogy írok egy rövidített és korszerűsített verziót a Hamletből. Ez öt jelenetből áll, és hogy érezzétek, hogy mi a hangulat, akkor Zolival ne szoktál Claudius lenni, amikor ezt szoktál. Nem, én sem tudom. Egyetlen szoktuk lenni. De nincs olyan felső jelenet. Ja, tényleg nincs. Tehát az első jelenetben nem szerepel Claudius. Akkor nem lehet. Sosem voltam még Claudius. De mennyire fáj ez neked, hogy akarsz róla beszélni, nem? Okay. És akkor az lenne, hogy az első jelenetet mi felolvasjuk, akkor azt látni fogjátok, hogy ezt tudjuk, ahogy fel tudjuk. Hogy bénám. Na, no, tehát a János azt akarja ezzel mondani. Átadtam akkor az Olinak, hogy... De a János a következő állított ezzel az egészen, hogy mi azért olvassuk fel az első jelenetet, hogy lássátok, hogy valami elképesztő bénát tudjuk felolvasni. Ettől ti mind megnyugodtok. Ez egyfajta ellenhatást vált ki, és onnantól a második jelenettől ti adjátok elő nekünk. Mi a Jánossal leülünk, beszélgetünk, popcornozunk, és megnézzük a Hamlet című előadást. Amit egyébként, hogy mit ne legyen baj, tehát a szöveg van, a János megírta azt. Tehát nem kell kitalálni. Úgyhogy ehhez akartam mondani a Jánossal. Szinte szó szerint idézett az Zoli, ezek után neki is vághatunk a dolognak. Mikrofonozunk, hogy megpróbáljuk a ilyen korszerű színi előadást a közönség között. Nem, jó. Hogy halljátok így? Halljátok így, és hogy van merszetek ilyen hangosan beszélni? Hogyha... Majd nektek is lesz merszetek ilyen hangosan beszélni? Lesz. Okay. Egyértelműen ezt szüntem. Első jelenet Hamlet és Horáció. Én vagyok Horáció? Mondjuk. Jó. Szarul nézel ki! Mi van veled? Tegnap mentem haza a koleszba és megjelent az apám szelleme. Ennyire betértél? Figyelj, mindenki azért jön Erasmusra, nem? Hát nem, én például azért jöttem, hogy semmilyen formában ne jelenjen meg az apám, szerintem pláneve. Utálod? Hát ja, ráadásul állandóan azzal ijeszget, hogy kijön meglátogatni, aztán majd elfüvezgetünk együtt. Annyi a haverjának gondol. És ez nem jó? A fasz. A második stúk után úgy is belekezd, hogy mikor fogok már dolgozni, és hogy elege van, hogy neki kell eltartani a... Én nem utálom a fadaromat. Úgyhogy. Meghalt, mielőtt megutálhattam. Hát, mászlista vagy. Azért sokszor hiányzott. Örülj, hogy nincs, mert a valódi apa sokkal rosszabb, mint az emléke. Gondolatban nincsen szaga, meg hangja, nem látod enni, ahogy busztustalanul behapzsolja az ebédet, hogy az ember elhányna magát tőle. Nem fingik, meg böfög a tévé előtt, és még véletlen sem nyithatod rá a hálószoba ajtót, ahogy anyádra mászik azzal az undorító nagy hasán. Mindenkinek az a baja, ami lett. Neked, hogy nem halt meg, nekem, hogy nem él. Ja, különben mit akart a szelleme? Elhívott magával, kurva ijesztő úr. Elhívott és hová? Volt ilyen retro diszkó a köztemető. Ilyen régi slágerek mentek a 60-as meg a 70-es évekből. You Are My Destiny, meg This Is The End, meg Beautiful Friend. Olyan számok, amiket már csak a halottak ismernek. És mit akar? Elmondta, hogy a nevelőapám ölte meg, persze az anyám is kellett hozzá, ő eresztette be a nevelőapámat a házba, így akartak hozzájutni a vállalat többségi tulajdonához. Az anyád segített neki? Már régen a szeretője volt. Az apám ezt sejtette, csak nem akart előjönni velem. És miért? Miatta. Nehogy szétesen a család, én meg egy csonka családban nőjek fel.
Hú, bassz meg, ez nagyon durva. Na, ugye ezt nem egy ilyen Kolombó részbe látni? Nem, ez biztos így volt. És mi lett a hullával? Nem találták. De most elmondta, hogy feldarabolták és bepakolták egy szelektív személygyűjtőbe. Úristen! Per palack lett a Faterombó. Az. A Faterombból iszunk, hát én elhátom. Hát igen, ez volt az első jelenet. És ez Hamlet és Claudius párbeszéde volna. De ahhoz, hogy ez folytatódjon, kellene egy Hamlet, meg kellene egy Claudius. Férfi vagy nem mindegy. Itt már nem akarunk. Igen, ezen már nem akarunk el. Szóval egy Hamlet és egy Claudius kell nekünk. Na. És az én példányom az elképesztően ilyen retro. Ezt kimostod az egyik atyámban. Gyertek szíveim, tényleg, hát egymás között vagytok, vagy persze, hogy mondjam. Persze, nem magatok között. Játék csak. Persze. Csak játék. Figyelj, felállni kimentek, nem? Ez rossz ilyen volt. Oké. Na? Hamlet Claudius. Nincs rám a szakkörön. Várom, nagy szerint. Azért, amikor a... Figyelj, Hamika! Apád nem volt szelleme, mert elitt az összes agysejtjét. Nem vagyok Hamika! Mikor kicsi voltál, szeretett, ha így hívtunk, mert olyan kis vasgyúró voltál, senki sem gondolt, hogy ilyen csonsován pszichotikus, bölcsész hallgató leszel. Aki napjában is olyan, mint én élelemben állítsa. Hamlet vagyok, Dánia királya! Figyelj, Hamika! Ez itt Magyarország. Ennek az országnak nincs királya, csak Orbán Viktor, de azt nem tudom, hogy ez már megvan. Beszuszkoltátok a szelektív. Hamika, 20 éve, amikor apád meghalt Májzsuborban, még nem volt szelektív személygyűjtés hazánkban. A környezettudatos életmódról még a rózsadombon se hallotta, az ökolábiumból mindenki azt gondolta, hogy a vértesszőrűsi előember hagyta. Majd a mezőgazdaság a több műtárgyak nagyobb termés alapján működött. Szóval, ha meglőttük volna apádat, akkor is legfeljebb egy sima, átlag kukába lopattunk volna bele. Ha több vastag zöldséget és nyomelemet fogyasztanál, és kevesebb partigra volt, akkor ez számomra is egyértelmű lenne. Minden gyilkos tagad. Ha azt mondtad volna, hogy te ölted meg, akkor elhinnék, hogy nem te ölted meg. De így, hogy tagad, bebizonyítottad, hogy apád szelleme igazat mondja. Jó vagytok ti is. Már pedig ez nagyon jó. Tehát, hogy... Nem tudom.
Nem együtt, hát óriás színészek már elhihetnek belőle mindent. Tököm tele van a fiaddal. Elkérjük Erasmusra, egy vagyóba került, mert az a geci állam csak annyit ad, hogy még a koleszra sem elég. Hogy majd persze önálló lesz, vagy magabiztos, még végre megtanul rendesen angolul. Erre viszonyos kiderül, hogy a paterni szellemével társalgott fél évig belőve Amsterdam utcai magyarul. Érts meg őt, Csaba vezér! Szeretem, amikor vezérnek. Akkor én erősnek érzem magam. Látom magamat, ahogy a mangalica gyűjtőkkel meghódítva a világot, hogy a mangalica adja. Ó, Csaba vezér, de először azért nyomjuk le a gyulai kolbászt. A gyulai a múlt kolbásza, a jövő kolbásza a csabai. Aminak is az a baja, hogy fényében nem fogyasztott konyhát. Nem, az a baja, hogy kisgyerek korában elveszítette az anyját. De akkor sem kéne azt mondani, hogy én öltem meg. Azért ebben van egy kis igazság. Hogy végül is miattan közötte fel magát? Nem felkötötte magát, hanem egy dabású szerve is. Ez is egyfajta öngyilkosság, csak olyan időben elnyújtott, lolongált, mint a moziban a hollywoodi filmek, és ez miattad volt. Miattam? Hogy lehetett volna miattam? Mert tudta, hogy lesz köztünk valami, és ezt a gondolatot nem bírt el semmi. Hogy tudta? Amíg ilyet nem volt semmi, vidéken laktam édesanyámmal, és ha nem jövök fel a temetésre, soha nem lesz köztük semmi. De ő látta a jövőt. Ha nem hal meg, akkor nem ez a jövő lesz. Az a jövő lett, ami lett, és ezt a jövőt ő látta. Hogy mi a háta mögött egymásba szeretünk, és ő ezt nem bírt elviselni. Ezért volt. Te tiszta hülye vagy, nem tudunk a háta mögött egymásba szeretni, mert már nem él, és aki nem él, annak nincsen háta. Ne akadj el a részletkérdésekkel. Utálom ezt a földhöz ragadt gondolkodást. Semmi fantáziád nincs. Látszik, hogy vidéki vagy. A realitás az nem vidéki dolog. Jó, hagyjuk. Most már mindegy is kiölte meg, a lényeg, hogy nem él. Nem mindegy, mert nem én vagyok a gyilkos. Jó, nem vagy, legfeljebb átételesen. És mit faszogatsz engem? Te szól meg, ki szól? In vino veritas. Mindegy jelenetre lehetne, ott pedig egy Ophélia kell és egy Hamlet. Legyen egy Ophélia és egy Hamlet. Ophélia, szuper! Ki lesz a Hamlet? Az ötödik jelenetre pedig elhagy. Igen, ezt elhagyjuk. Elhagyjuk, mert... Mert akkor nincs vizsga. Igen, mert hiányzik az az oldal. Ki legyen a Hamletet? Hamlet, persze. Egy Hamletet. Egy Hamletet? Nehogy már. Tényleg? Nem, lassabban, mert kurva unalmas vagy. Ugye nem lehet, hogy
már valaki, hogy ez a Heidegger már lehívhatolt? De hogy, már nem is élnek, különben sem tudok németül, csak hogy zájt. Jó, mert nem szeretném, hogy zsákba macska legyen, hogy a nász éjszakán derüljön ki, hogy már valaki elvette, ami az enyém. De hogy is tudod, hogy nem vagyok olyan? Bizonyíts be! Hogy lehet ez bebizonyítani? Hogy most dugunk egyet, és akkor kiderül. De ilyen logikai játékkal nem játszik az eszemem. Nézem a tévében a negyedet is, mírom a videómat, meg a tartalommal előtt. Ezért is szeretlek, mert olyan okos vagy. Igen, megfoghatom a fejemet? Hát nem pont arra gondoltam. Én nem értem, a férfiak tényleg egy nagy... A férfiaknak tényleg egy nagy fasz van az előtt? Tulajdonképpen igen, és amíg azt nem rendeztük el, addig nem tudunk másra gondolni. Ez ilyen genetikai dolog. Nem lehet ellene küzdeni, vagy ha küzdesz, olyan leszel, mint a katolikus papok, akik csorgónyállal mennek a hittanórára, és mise után megrontják a mistásokat. Apám sem engedzi. Azt tudom, mert ő akar megtudni. Tiszta hülyek, az apám nem olyan. De olyan, minden lányos apa olyan, mondta a pszichológusom. Mind meg akarja tudni a lányát, csak van, aki nem meri, mert fél a börtöntől, de gondolatban az is megtudja. Nem, az olyan jó fej, csak fél, hogy bajom lesz. Hát jobban járt volna, ha arra biztat, hogy dugjál, mert akkor nem gyanakodnék, hogy mit akar. Biztos már kislány korodban is molesztált. De hol? Fürdetett? Igen. Minden nap, ugye? Igen, mit is sietett haza, hogy ott van ilyen minden este. Gondoltam. Tipikus eset. Belép volt szerelmes, az anyád az biztosan megölte. Az nagy bőrrákban halt meg. Jártatok nyaralni? Igen, Horvátországban. De brutális. Az apád minden nyáron elvitte anyádat az Adriára rákosodni. Mit csinálsz? Naukusz megöli az apámat és összeáll anyámmal, az apád megöli az anyádat és össze akar állni veled. Csak idő kérdése és a vérfertőzés megtörténik. Kiállíthatja ezt meg, ha nem. Tök jó volt, köszi szépen. Még lesz egy kötelező olvasmány össze. Előtt egy nem kötelező dolgon, nem? De most új magyar tankönyvek lesznek, és a viccede is bebekerül a dalszövegek.
Most az ülés és várból csak a vár lesz, mert hogy Egervárostól. Tehát egy újabb kötelező olvasmány, még rövidebben összefoglalom itt a Hamlet, tehát egy vastagabb mű, még rövidebb változatban. Egervár ostrom a végvárra. Hé, haver, hagyj el a dagadt tévédet másra, tegyél egy kolbász bele a táskádba, aztán irány a várba már várnak, mindenki ott van, akinek a van szíve és lába. Mit bánulsz, nem érted ostoba? Mindjárt kezdődik Egervár ostroma. Vagy neked a haza nem édes, hanem mostoha? Nem írunk le tiszteletkörökök, a nyakunkon vannak a törökök. A magyar izmos a török vézna, erről tudó csét Gárdonyi Géza. Azt kérdett tőle, ki az a Géza? Annyira hülye vagy, azt se tudod Gáze, ha valakinek nincs a Gézáról gőze, s hogy a magyar vagy a török győze. Kapja fejedhez ostoba, mi a várat nem adjuk fel soha, nekünk a haza édes és nem mostoha. Jobb, ha nem velem most a vellem, itt az erő nem nyerő, legfeljebb a szellem. 2000 vagyunk, 60 000 ellen. A számot hiába osztanám, szoroznám, a várat nem védik nyulak, csak 2000 oroszlán. Nem mondd azt nekem, öreg, hogy kevés, én kívülről tudom mindegyik nevét. Lehet, hogy egyiknek se volt híres őse, mégis a nemzetnek lett a hőse. Persze ezt senki nem gondolta még ősem. Hogy miért nem menekültek ide vagy oda, ezt te nem értheted meg soha, nekik a haza édes volt, és nem mostoha. Akkor értünk először olyan időket, hogy a történelem helyzetbe hozta a nőket. Csodálkozott is a török macsó, mikor a fejét kettészelte egy női kacsó. Ezrek hultak és ezrek mentek neki a falnak, kiabáltak, hogy egy Isten van alnak, zengett a vár és zengtek a környező falnak, de hiába kiabáltak, mert vak ez az vallak, és nem érdekelte, hogy a hímai vallak. Mi történt? Nem értik meg a törökök soha, nekik a haza édes volt, de a magyar föld mostoha. Jött anyuhám, álmodtam, hogy mit osztom.
40. jubileumi koncert volt. Még összeállt a zenekar, már utálták egymást, meg a dobos már nem is élt, a gitáros piaszálta. Összeálltak, mert elfogyott a pénz. Az énekes éppen lefogott egy új házasságba, a billentyűs meg le akarta cserélni a kocsiját, még egyszer az életben mondta, és most azért csak megérdemlek egy jobb fajtát, megint felhozta a 70-es éveket, amikor egy szar porszínű zsigulival kellett a cuccokat szállítani, ráadásul az összeset, mert a többiek piálni akartak. A basszus gitárosnak, de őt kár mondani, mert neki akkor is rosszul ment, mikor a többieknek jól. Valahogy a maradék nők neki jutottak, aztán ebből lettek gyerekek, meg családok, aztán csonka családok, elhagyott gyerekek, és persze gyerektartás. A viszkiről már nem is beszélve, amit egy ilyen élethelyzet, meg a zenekarban nekiosztott háttérszerep, a lemezen mindig csak egy számhoz írták be szerzőnek, a színpadon meg legalábbis ő úgy érezte, örökösen árnyékban áll, épp a reflektor fényteremén, persze a sötétebb oldalon, a Dark Side of the Moon. Találkozott már olyan emberrel, aki nem is hitte el, hogy játszik a zenekarba. Á, nem, te biztos egy másikba, mondta a fickó, aki különben rajongó volt. Szóval a viszkit, ez a magánéleti és szakmai helyzet automatikusan maga után vonja. Egyedül a szóló gitárosnak nem volt pénzkérdés a fellépés. Egy NDK-s turné után, míg a többiek egy kocsmában ittak, és arról beszéltek, hogy végre áttörték az országhatárokat, meg a nyelvi korlátokat, vagyis világsztárok lettek tulajdonképpen, az alatt az idő alatt ez a szólógitáros vett egy kis boltot a Gásiból, ami hosszú ideig konkurencia nélkül működött, nyugati bakaritokat csak ott lehetett kapni, ott is pult alatt, megállapodás szerinti áron. A szólógitárosnak a szereplés volt a fontos. Mindig úgy képzelte, ő a színpadon fog meghalni egy nagy szóló közben, amikor a hangszer átveszi a test utolsó életenergiáit, és belőle ugyan kiszáll a lélek, de a Gibson még 5 percig sípol a színpadon, a közönség meg átveszi ezt a hangot, és együtt sikít a Gibsonnal az ő lelkének hangján. Összeálltak. Kiegészült persze háttérzenészekkel, mert például a gitárosnak épp az ujjaival volt insorvadás, ezért aztán jó szerével csak a hangok felét tudta kijátszani. Nem is beszélve a basszusosról, akinek nem csak az agya, de már az ujja is sem tudtak emlékezni. A producer is mondta, hogy kell a teljesebb hangzás, mert az korszerű, meg hogy nagyon jók vagytok, nagyon jók is, igaz a Puskás, hogy nem tudjátok megtölteni, de hát ti mégsem a Rolling vagytok, mit lehet tenni? Ha nem ilyen szarországba születtek, hanem nyugaton, akkor hát persze nagyobbak, mint ők. És mondott pár számot, amik kapásból lenyomnák az I Can Get Not, ha nem magyarul lennének, és hiába készültek el az angol változatok, ez üzlet. A Rollingnak sem érdek, hogy a piacon megjelenne igazi rivális. A Beatles-t is kiütötték, pedig azok angolok voltak, mondta a producer. Mert volt egy elmélete arról, hogy Yoko Ono-t Mick Jagger passzolta Áronnak, csak azért, hogy az a hülye japán picsa, így nevezte azt, aki John megmentőnek tekintett, szóval az a hülye japán picsa szétszül lesz a világ legjobb bandáján, hogy aztán a második legjobb legyen a legjobb. Ez van. Nekünk ehhez a tehetség, ez jutott. Ez a 10 millió, meg pár millió határokon túl, de azok persze nem potenciális jegyvásárlók. Na jó, meg az a néhány rajongó volt NDK-ból, aki még megmaradt, aki emlékszik arra, hogy mi hoztuk a szabadságot, nem a hangyula. Szóval összeállt a buli, lesz belőle a DVD, meg talán a Duna TV vagy a Filmmúzeum megveszi, az is plusz pénz. Előkerültek a régi szerpok. Az énekes abban a vörös kaposos cuccban volt, Fred Rooster, amiben a legnagyobb koncerteken szokott. Jó volt az alakja, adott rá, meg a fiatal feleség is. Messziről tök olyan volt, mint régen. Ha nem lett volna a színpad oldalán az a két bazinak kivetítő, senki nem látta volna az orra körül járkokat, amit a 40 év rakendról vált oda. A billentyűsön az a hosszú farmerkabát volt, mint 30 év óta mindig, igaz, akkor úgy nézett ki benne, mint Paul Shatterhand, most viszont kicsit meggörnyedve, inkább látszott egy lefáradt tisztasági munkásnak, aki épp azon mesterkedik, hogy megemelje a szintit és benyomja a kukáskocsiba. 8 volt már. Már színpadon kellett volna lenni, de még vártak. Megbeszélték, hogyan állnak ki,
ha valakinek vizelési gondja van. Hogy akkor kire bíznák a szólót? Mint régen, amikor a csajokhoz mentek le, vagy inni. De engem nem hagyhattok ott egyedül, kiabált a billentyűs. Tulajdonképpen ez a 40 év kevés volt ahhoz, hogy megismerje átlag vendéglátás szinten a hangszerét. Jó, ebből a hangszeréből is hibás. Tehát évente kihoztak valami új kütyűt. Az egész állandóan mozgásban van. Nagyon fejlődik. Szóval hogy a picsába lehet ezzel lépést tartani? A Liszt Ferencnek az meg mondta egyszer egy koncert után, a szálloda bájában ültek pár új csaj az új ágyakhoz. A Liszt Ferencnek annak aztán nem kell strapálni a magát. 5 évesen leültették egy zongora mellé, és pont onnél bukott bele a sírba. Egy életet végig tudott játszani ugyanazon a hangszeren. A dobos volt a megoldás. Ezért is volt jó, hogy meghalt a régi. Mert így volt egy fiatal, aki végigírta az egészet, meg ő tényleg járt konzíva, meg a zeneiskolás helyekre, szóval adott esetben észrevette, hogy igazítani kellett a gitáron, meg visszaverte a bandába a ritmust, mikor kiestek, és ez nem volt ritka. A közönség tombolt. A tombolás mondhatni őrjöngésé fajult, a gerinc problémáikat leküzdve, azért ugye 60 fölött az ember több a gerincsével, mint a csigolyája. De mindez némik orvosi előmunkálatokkal, injekció, masszázs, leküzdve sorba színpadra szökkentek az zenészek. Célirányosan rohogtak a hangszerekhez, belecsaptak a húrokba, ezt áttételesen kell érteni, mert a billentyűsnek például ez a lehetőség konkrétan nem kínálkozott. Másodpercek alatt megtelt szinte kritikus hangokkal az egész stadion, még a WC ajtót is belőtte a sok ezer watt, amikor utoljára az énekes ugrott fel, csúcsra pörgetve ezzel a hangulatot. Megrengette a mikrofont, majdnem eldobta, úristen jött meg, a zsinór nélküli. Adott még egy kaptust a zenekarnak, hogy megnyugodjon. Nehéz hozzászokni ezekhez a korszerű technikai eszközökhöz. Egy tapcsináló fotával indítottak. Az énekes, mint egy motorikus problémákkal küzdő autista rohangált másfél a színpadon, mintha valami őrült mód keresne, például a hangját, amit tényleg elvesztett, és persze a koncert végéig sem találták. Tehát nem arról szól rakatra, hogy ének, hang, meg technikai tudás tisztára léves számít. Amikor a három arcú lány jött, főleg mikor odaért a szöveg, hogy kis kék elefánt, mesélj, mesélj, három arcát, hogy fújta a szél. Hát akkor már sírtak is a közönségből, a néni, meg a bácsi. Egyébként ez volt a producer nagy találmánya, hogy bevezette a nyugdíjas jegyet. Meg a hozd el az unokádat egy kombináció. És valóban volt ott egy csomó 10 éves unoka, akiket a szülők rálőcsöltek a nagypapára, meg a nagymamára, nehogy eltévedjenek koncert után hazafelé élve. Szóval akkor ezek az érzelemtől könnyen megtelt szájú nénik, meg bácsik megcsókolták egymást. És az a sós, emlékekkel teli vég átcsorgott egymás szájába. A tinédzserek besütötték a szemüket, egy műanyag porra köpdöstek a lábukkal. Milyen kár, hogy akkor már leszoktunk a cigiről, mondta a bácsi. Egy nyugdíjas otthonban laktak a feleségével. Oda kellett menni, mert kettesben már nem ment. A gyerekeknek nem arról szól az élete, hogy a szülőket. Mert különben is kellett az unokának a lakás. És így volt a legolcsóbb. 10 év telt el a koncert óta. És a múltkor leadta az egyik tévé. És a gondozónő felvette, mert szerette őket. Lehetett is, olyanok voltak, nem akartak senkinek gondot okozni, csak akkor hívtak ápolót, ha tényleg kellett. Néhány öreg, ha nem találta a szemüvegét, már akkor csengetett. De ők nem. Milyen kár, mondta a bácsi, épp a három arcú ment, hogy akkor már leszoktunk a cigiről. Az olyan szép, amikor meggyújtják az öngyújtókat. Az szép, mondta a néni. És oda kuporodott a bácsi mellé az ágyba. A bácsinak akkor már olyan problémája volt, ami ágyhoz kötötte, és a néni is közel állt ez az állapothoz.
Szerettek volna abban a kórházban meghalni, amiben az énekes. Sokan szerettek volna így, vagy legalább a billentyűssel egy kórházban, esetleg a dobossal, mert elfelejtették, hogy az már nem él. De ez csak keveseknek sikerült. A nénének meg a bácsinak például nem. És fákat nézünk, és arra gondolunk, hogy mi is egyszer fák leszünk majd, és hogy te fogsz törődni a kerttel. Thank you.
köcsik és két fő rajzolják. Kék overában a fal mögött munkások nem értik. Az ablakhoz tosodnak és falkaros arccal nézik. Nézik, nézik. Milyen jó rendes ülnek, az mennyire jó és a földet ülnek. Az mennyire jó, de jó, de jó. Amikor először játszottuk a Petőfi Irodalmi Múzeumban, akkor
megbotránkoznak az irodalmi közösségben. Főleg a János felüljött a szöveget. Szerintem nem botránkoznak. Egyébként a dal születési körülményei nagyjából azok, hogy a szövegé, hogy nem így volt, kicsik voltak még a gyermekcég akkor, nem? Igen, a kisfiam kicsi volt, és ehhez az alkalomhoz, ahogy ő kicsiként a játszótéren működött, kötődik ez a dal. Fel kell a gyereket házad. Köszönöm szépen! Hát akkor jól álljunk, hogy így van, hogy megtaláltam.